José Mourinho lett a Tottenham Hotspur új menedzsere. Gareth Bale alaposan odaszúrt a Real Madridnak. Halálos fenyegetést kapott az Inter vezetőedzője, Antonio Conte. Nézzük az elmúlt napok legérdekesebb foci híreit. És mielőtt még tovább mennénk, ne feledkezz meg arról, hogy nyomd meg a feliratkozás gombot, és mellette a csengőt is, hogy garantáltan ne maradj le a Tiki-Taka TV egyetlen friss videójáról sem. Olasz lapértesülések szerint súlyosan megfenyegették Antonio Contét, az Internazionale vezetőedzőjét, aki otthonában kapott egy névtelen borítékot, amely egy fegyvertöltényt és egy levelet tartalmazott. Ez utóbbi tartalmát természetesen nem fették fel, de a Corriere della Sera című lap úgy értesült, hogy az 50 esztendős szakember az eset kapcsán azonnal értesítette a hatóságokat, akiktől egyelőre határozatlan idejű rendőri védelmet kap az otthonán kívül, illetve az Inter edzőközpontjában is. A levél feladójának személye egyelőre ismeretlen, de a rendőrség nagy erőkkel nyomoz, hogy felfedjék a fenyegető kilétét és indokát. Egyes feltételezések szerint lehet, hogy egy Juventus drukker fenyegette meg a trénert, hiszen a zebra csíkos mezes csapat szurkolói még mindig nem bocsátották meg a klubot korábban játékosként és edzőként is szolgáló szakembernek, hogy a nagy rivális Internél vállalt állást. A spanyol labdarúgó szövetség elnöke Luis Rubiales kedden egy sajtótájékoztató keretein belül bejelentette, hogy Luis Enrique visszatér a válogatott kispadjára. Az FC Barcelona korábbi edzőjét a tavalyi oroszországi világbajnokság után nevezték ki a nemzeti csapat élére, míg nem idén nyáron személyes okokra hivatkozva lemondott a posztjáról. Mint később kiderült, a 49 éves szakvezető azért döntött a távozás mellett, mert 9 éves kislánya, aki azóta már elhunyt, súlyosan megbetegedett. Luis Enrique helyét akkor segítője Robert Moreno vette át, aki jelezte, ha elődje készen áll a visszatérésre, örömmel átadja neki a csapat irányítását. Morinoval a kispadon egyébként remekül szerepeltek a spanyolok, 6 meccsükből 4-et nyertek meg, 2 döntetlen mellett, és csoport elsőként jutottak ki a 2020-as Európa-bajnokságra. Az utolsó selejtező meccsen 5-0-ra verték hazai pályán Romániát, ám Moreno csak a találkozót követően értesült a menesztéséről, amit a kötelező sajtótájékoztató előtt a spanyol szövetség elnöke közölt vele. Az érthetően feldúlt szövetségi kapitány ezek után nem jelent meg a sajtó munkatársai előtt, és könnyeivel küszködve búcsúzott el a játékosaitól. Így már ekkor sejteni lehetett, hogy a fiatal tréner nem lesz a szakmai stáb tagja Luis Enrique visszatérése után. A Cadena Cope rádióállomás információja szerint Moreno távozása valójában Luis Enrique kifejezett kérése volt, akinek ez volt az egyetlen igénye a visszatérésével kapcsolatban. Úgy tudni, ennek a legfőbb oka az volt, hogy Enrique nehezményezte, hogy a lánya betegsége idején sem barcelonai otthonában, sem a kórházban nem kereste fel őt korábbi segítője. Patrick Kluivert, a Barcelona holland sportigazgatója szerint Matthijs de Ligt meg fogja bánni, hogy a nyáron a Juventust választotta a katalánok helyett. Mint emlékezhetünk, a nyári átigazolási szezon egyik sláger témája az volt, hogy melyik sztárcsapat nyeri majd az Ajax saját nevelésű játékosáért folyó licit háborút. De Ligt ért a Barcelona, a Manchester United, a Paris Saint-Germain és a Juventus futott versenyt, és sokáig úgy tűnt, hogy a Barca lesz a befutó, de az Ajax, illetve a játékos végül az olaszok ajánlatát fogadta el. A védő állítólag két okból kifolyólag döntött a Juventus mellett. Az ebrák egyrészt állandó játék lehetőséget, másrészt pedig sokkal jobb fizetést garantáltak a számára. De Ligt olaszországi karrierje azonban felemáson kezdődött, számos olyan hibája volt, amely gólt eredményezett, és egyelőre idegen testként mozog a Juventus védelmének tengelyében, nem csoda, hogy rengeteg kritikát kap az itáliai sportsajtótól. Ezért is gondolja úgy a jelenleg a Barca akadémiáján a La Masián dolgozó Patrick Kluivert, hogy De Ligt rosszul döntött, amikor nyáron az olasz élvonalat választotta. Az egykori holland kiválóság a Mundo Deportivónak adott interjújában elmondta, hogy bár személy szerint ő nem győzködte a védőt, hogy a Barcelonát válassza, de a várostól és az akadémiáról sok pozitív dolgot mesélt neki, bízva abban, hogy ez közelebb hozza őt a katalánokhoz. Egy kiváló védőről beszélünk, aki hozott egy döntést, amit alig hanem már sajnál és szerintem jól is teszi. De az élet már csak ilyen, van, hogy jól döntesz, van, hogy nem. Tanulnod kell a hibáidból, vélekedett Kluivert. De Ligt egyébként nem hagyta szó nélkül honfitársa szavait, és egy holland újság kérdésére elmondta, hogy ő bizony semmit nem bánt meg, és remekül érzi magát a Juventusban. A Premier League-ben szereplő Tottenham Hotspur keddeste jelentette be, hogy meneszti az együttes éléről Mauricio Pochettino menedzsert, szerda reggel pedig már arra is fényderült, hogy José Mourinho lesz a dél-amerikai edző utódja. Az argentin trénert 2014-ben nevezték ki a londoni alakulat élére,
amelyet 2015-ben Liga Kupa, míg idén Bajnokok Ligája döntőbe vezetett. Emellett a bajnokságban is évről évre jól szerepelt a csapattal, amely az irányításával sorozatban háromszor végzett a dobogón. 2016-ban és 2018-ban bronzérmet ünnepelt a csapattal, 2017-ben pedig a Chelsea mögött végzett másodikként. Pochettino összesen 293 tétmérkőzésen irányította a csapatot, melyeken 160 győzelem mellett 60 döntetlen és 73 vereség a mérlege, ami igencsak jó mutatónak számít. Bár egyetlen címet sem sikerült nyerni a Spurs-szel, irányítás alatt az együttes meglehetősen szép és eredményes focit játszott, és mindezt úgy sikerült elérnie, hogy az anyagi problémái miatt a Tottenham az elmúlt években nagyon keveset költött új játékosokra. Tavaly például egyetlen új név sem érkezett a csapathoz. Ezért is számított már-már földön túli bravúrnak, hogy a Bajnokok Ligája előző kiírásában egészen a döntőig menetelt a londoni alakulat, amit aztán a jóval esélyesebb Liverpool-lal szemben elbuktak. Talán a BL menetelésnek tudható be, hogy a Premier League-ben csak bukdácsolt a Spurs. A bajnokság hajrájára alaposan visszaesett a londoniak teljesítménye, és csak nagy nehézségek árán sikerült megszerezniük a még Bajnokok Ligája indulást érő negyedik helyet. Mindezek ellenére a Tottenham előző idénybeli szereplése sikeresnek mondható, és aligha nem mindenki arra számított, hogy az idei szezonban szintet tud lépni a csapat. Már csak azért is, mert nyáron végre komoly összegeket költöttek erősítésekre. Tanguy Ndombeléért 60, Ryan Sessegnonért 27, míg az egy évre kölcsönvett Giovanni Lo Celsoért 16 millió eurót fizettek. És az sem mellékes tény, hogy az Atletico Madridhoz távozó Kieran Trippier kivételével minden kulcsjátékosukat meg tudták tartani, még Christian Eriksent is, aki pedig a nyáron nyíltan kijelentette, hogy új kihívásokra vágyik és távozni szeretne a klubtól. Vagyis minden adott volt a jó szerepléshez, de a Spurs szinte minden fronton borzasztóan kezdte az idei szezont, 12 forduló után az 5 döntetlen és 4 vereség mellett mindössze 3 győzelmet könyvelhetett el a gárda, amely a 14 megszerzett pontjával csak a tabella 14. helyét foglalja el, és már most 11 pontos a hátránya, a még Bajnokok Ligája indulást érő 4. helyen álló Manchester City-vel szemben. Mindeközben a különböző kupasorozatokban is kiózanító pofonokba futott bele a gárda. Előbb a Liga Kupában a negyedosztályú Colchester United búcsúztatta őket, majd egy héttel később a Bajnokok Ligájában a Bayern München ellen szenvedtek odahaza egy megalázó 7-2-es vereséget. Mindezek tükrében érthető, hogy végül miért döntött úgy a klubvezetősége, hogy meneszti Pochettinót. Ugyanakkor, ha a csapat elmúlt évekbeli fejlődését veszük alapul, akkor talán megérdemelt volna egy kicsivel több türelmet. Egyéb iránt az angol sajtó szerint Pochettino és a klubelnök Daniel Levy kapcsolata már a nyáron megromlott. Egyrészt azért, mert az argentin tréner nehezményezte, hogy nem kapta meg azokat a játékosokat, akiket kiszemelt magának, másrészt, mert az elnök nem támogatta az argentin azon ötletét, hogy egy kamerarendszert telepítsenek a klub edzőpályái köré. De nem is ez verte ki igazán a biztosítékot Pochettinónál, hanem az, hogy nem sokkal később a klubelnök az Amazon Prime TV hálózatnak viszont megadta az engedélyt arra, hogy egy mindenre kiterjedő kamerarendszer telepítsen a klub edzőközpontjában egy dokumentumfilm forgatásához. Még az edző irodáját is bekamerázták, amit Pochettino érthető módon igencsak nehezen tűrt. Ettől fogva időzített bombává vált az edző és az elnök kapcsolata, amely végül kedden robbant fel. Ami pedig a klub új menedzserét, José Mourinho-t illeti, a legutóbb a Manchester Unitednél tevékenykedő portugál tréner 2023 nyaráig írt alá a Spursnél, ahol 15 millió fontot keres majd évente, ami duplája annak, amit Pochettino kapott, és amennyit a BL győztes Jürgen Klopp keres a Liverpoolnál. A hírek szerint Daniel Levy elnök már bő egy hónapja a Bayern Münchentől elszenvedett 7-2-es vereség után elkezdte keresni az argentin szakember lehetséges utódját, és a főjelölt a Leicester City-ben remeklő Brendan Rodgers volt. Ám a rokák semmi áron nem akartak megválni a menedzserüktől. A lehetséges utódok nevei között volt még Julian Nagelsmann, az RB Leipzig edzője is, ám tőle sem váltak volna meg könnyedén a lipcseiek, így esett végül a londoniak választása a 2018. decemberre óta munkanélküli José Mourinho-ra, akivel sikerült gyorsan megegyezniük. Úgy tudni, a portugál több feltételhez kötötte az együttes irányításának elvállalását, melyek közül az egyik az volt, hogy a klubnak mindenáron meg kell tartania a csapat első számú sztárját, Harryként, illetve hogy szabad kezet kapjon a keret alapos megerősítésére, akár már a januári átigazolási szezonban. A hírek szerint Paulo Dybala, Bruno Fernandes, Kalidou Koulibaly, Declan Rice, Youssef Attal, Gareth Bale, Ruben Dias és Nemanja Matic neve is előkelő helyen áll José Mourinho kívánság listáján.
A Real Madrid Velszi klasszisa Gareth Bale alaposan magára haragította a királyi együttes drukkereit, miután a Magyarország elleni keddesti siker után egy zászlóval ünnepelt, amelyen az állt: Velsz, Golf, Madrid, ebben a sorrendben. Utalva ezzel arra, hogy számára a nemzeti csapat, illetve a golfozás sokkal fontosabb, mint a Real Madridban való szereplés. Érthető módon a madridi drukkerek körében hatalmas felháborodást váltott ki Gareth Bale ezen cselekedete, és természetesen a spanyol sportsajtó is kiemelten foglalkozik a Velszi játékos botrányos viselkedésével. A madridi illetőségű Marca című sportnapilap meglehetősen kemény kritikát fogalmazott meg a játékossal szemben, és csütörtöki számát a következő címmel jelentette meg: tiszteletlen, helytelen, hálátlan, ebben a sorrendben. A Marca szakírója szerint a Real vezetőségének ezek után rögves száműznie kellene őt a keretből, és a Velszi klasszisnak többé nem szabadna pályára lépnie a csapatban. Ugyanakkor a lap legfrissebb információja szerint hiába bosszantott fel sok embert Bale az ünneplésével a Real Madridnál, a klub nem fogja megbüntetni a Velszit, és a januári átigazolási időszakban sem szándékoznak megválni tőle. Úgy tudni, ennek elsődleges oka az, hogy Zinedine Zidane továbbra is fontos szerepet szán neki, és a konfliktusok helyett egységes csapatot szeretne látni, mivel véleménye szerint csak is így lehetnek sikeresek a szezonban. Ennek ellenére az egyre biztosabbnak tűnik, hogy Gareth Bale a következő szezont már nem a Realban fogja tölteni, már csak azért sem, mert már ezen a nyáron is nagyon közel járt ahhoz, hogy távozzon a klubtól. Érdekesség, hogy akkor még Zidane is úgy vélekedett, hogy mindenki azzal járna a legjobban, ha a Velszi távozna a csapattól, ám hiába választotta el csupán egy lépés attól, hogy Kínába szerződjön, a klubváltás végül nem valósult meg, így Bale maradt a Reálnál. A támadó egyébként nem kezdte rosszul a szezont, sőt kifejezetten jól ment neki a játék, melynek következtében Zidane is alapemberként számolt vele. Ekkor úgy tűnt, rendeződhet a helyzete a madridiaknál, ám később ismét sikerült magára haragítania a klub vezetőségét. Október eleje óta ugyanis nem játszott klubjában, sérülésre hivatkozva, a válogatottban viszont egyetlen meccset sem hagyott ki az ősszel, és Velsz mindkét novemberi EB-selejtezőjén kezdő volt. Írjátok meg a véleményeiteket a hírekkel kapcsolatban, ha pedig tetszett a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és további foci videókért iratkozzatok fel a csatornára!